Lassú apadás várható a Tiszán, a hétvégén megállt a vízszint emelkedése a folyó felső szakaszán. Vasárnap éjszaka a Tiszán levonuló jégtorlaszok a tiszalöki vízerőműnél gond nélkül áthaladtak, Tokajnál viszont károkat okozott a jeges árhullám. A következő napok időjárása nagyban befolyásolja a készültséget, jelenleg hazai folyóinkon 550 kilométeren van készültség, 38 ezer hektáron belvíz van. Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét kapcsoljuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Jó estét! A Tisza mely szakaszain és mellékfolyóinkon hol van, és milyen fokú készültség jelenleg? A Bodrogon, illetve a Sajón van a Tiszán kívül, még ott elsőfokú készültség. A Tiszán pedig a felső szakaszokon most már, hát idézőjelben csak elsőfokú a készültség, hiszen ott egyértelműen apad a folyó, Tiszabertel környékén is már csak másodfokú. És igazából azokon a szakaszokon harmadfokú most a készültség, ahol a jégvédekezés miatt harmadfokot kellett elrendelni. Tehát nem feltétlenül a vízállás miatt, hanem azért, mert ugye ezeken a szakaszokon gátőreink, kollégáinknak 24 órában kell dolgozni, folyamatos figyelőszolgálatot, őrszolgálatot látnak el, tehát ez igazából most, ahol a jégtorlasz áll, Tiszacsege és ennek a környéke. Az elmúlt napokban rengeteg képet, felvételt láttunk arról, hogy hogy történik a jégzajlás itt a Tisza felső, középső szakaszán főként. Hol volt a legkritikusabb a helyzet? Igazából addig volt kritikusnak mondható talán ez a helyzet, amíg ugye a felsőbb szakaszokon járt ez a jégtorlasz. Azt mondják a szakemberek, hogy a Tiszalök alatti területen, tehát Tiszadobtól kezdve már jóval-jóval szélesebb az ártér, nyíltabb az ártér, tehát itt van helye mind a víznek, mint pedig a jégnek lefolynia, tehát inkább a felső szakaszokon fordulhat elő, hogy beszorul egy-egy ilyen kanyarulatba, egy eskanyarba a folyó, illetve hát, ahol még ugye azért nagyon fontos volt védekezés szempontjából, hogy vonul le a jég, az a tiszalöki erőmű alatti terület volt, ahol egy robbantás is volt múlt hét csütörtökön, mert ugye ott nagyon fontos, hogy az áthaladó, az átrobogó jégtömeg, ami a tiszalöki erőmű alatt tegnap este robogott át, zavartalanul le tudjon folyni, és ne duzzasszon vissza az erőmű alatti területekre. A vízügyi főigazgatóság milyen feladatokat osztott ki az igazgatóságokra? Az igazgatóságok gyakorlatilag a védelem vezetést látják el, tehát ilyenkor, amikor egy ilyen helyzet van, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy az országos műszaki irányító törzs látja el a vezetőszerepet, és minden igazgatóság pedig a szakaszán lévő, vagy a területén lévő szakaszoknak a helyzetért felel, tehát a védelemvezetői feladatokat az igazgatók látják el, tehát a vízügyi igazgatók. Ennek megfelelően dolgoznak a szakembereink, tehát igazából az országos műszaki irányító törzs egy ilyen összetett helyzetben összefogja ezeket a feladatokat, és ugye meghozza a legutolsó, a legfontosabb döntéseket, nyilvánvalóan teljes egyetértésben a helyi védelemvezetőkkel. Mit kell tenniük a következő napokban? Ugye most a jelenlegi helyzetet is nagyban befolyásolja az időjárás természetesen. Így van, egy sarkalatos kérdése most a védekezésnek az időjárás, hogyha valóban az előrejelzés beválik, és ennyire melegszik az idő, főleg nappal, akkor azért azt mondják a szakemberek, hogy hát nagyon nagy az esély arra, hogy ott a kiskörei duzzasztómű feletti területen sok jeget elnyal majd a víz, tehát egyszerűen előregszik a jég, és egyre kevesebb lesz. Nyilvánvalóan a legfontosabb feladat az, hogy most figyeljék még mindig a jégnek a helyzetét, attól függ, hogy ugye mennyi jég érkezik, mennyire tudja ezt felfogni a kiskörei duzzasztómű, hogy átengedik-e a jeget, vagy pedig ott fönn tartják, és ez szép lassan elolvad. Siklós Gabriella, köszönjük szépen a tájékoztatást. Mi pedig folytatjuk itt a stúdióban, vendégem Dajka István, és akkor nézzük meg, hogy a Tisza felső szakaszán, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő, a folyónak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő szakaszain mi az aktuális helyzetkép. Már napközben is lehetett arról olvasni és hallani, hogy Záhonynál levonul az ár, vagy folyamatosan kezd levonulni az ár, és elsőfokú készültség volt érvényben azóta. Igen, jó estét kívánok. Kedvező a helyzet, tehát ez az árhullám gyorsabban vonul le, amit mi vártuk még annál is kicsit gyorsabban. Készültség most már nincsen, tehát éppen mostanában szűnik meg a készültség a teljes fetivízik szakaszon. A jeges készültség, árvízvédelmi készültség, a mederbe visszavonult a folyó mindenütt, a mellékfolyók is.
és jégmentes majdnem teljesen a folyó, az alsó szakaszokon a Tiszán még van egy gyenge zajlás. Ugye folyamatosan figyelik nem csak a folyónak a hazai szakaszát, hanem az ukrajnai szakaszt is. Az előző napokban, de azt mondhatom, hogy az ezt megelőző héten onnan indult a probléma tulajdonképpen. Most ott mit tapasztalnak a távjelző rendszer segítségével? A rendszer jól működik, látjuk a vízállásokat az olvadástól függően, tehát nyilván valamennyi hó ott is olvad, még egyelőre nem túl sok, de komolyabb áradást nem látunk. A jég lejött, tudjuk jól, már egy héttel ezelőtt, újabb jelentős jégtömeg nem fog már keletkezni, úgy gondoljuk, nem igen lesz március közepéig már nagyon-nagyon hideg tartósan, tehát tulajdonképpen a normális kerékvágásba kerül vissza a folyók vize, az árvízvédelem is. Tegnap este egy hatalmas robballyal érkezett egy nagy jégtorlasz Tiszalökhöz, ezt kimondottan figyelték. Miért volt fontos ott lenni és jelen lenni tegnap este? Mi történt? Nagyon fontos egy ilyen műtárgynál, tehát egy ilyen létesítménynél, hogy hát simán végig átmenjen a jég. Nyilván ez nagy előkészületeket is jelentett, hiszen jégtörhólyokat felkészítették, odavonultak, a feladatot kiosztották, és hát fokozottan figyelték a jég vonulását, ez egy kulcs dolog, hogy figyelni kell éjjel, nappal, ahogy amennyit csak lehet, nyilván éjjel is, ahol lehetett, és így várni milyen a jégállapot. Szerencse volt, hogy eléggé összetöredezetté vált a jég, hiszen közben olvadt, ahogy haladt egyre délebre haladt a jég nyilván, nem nagy síktáblákban, mint itt fent Záhonynál, hiszen úgy azért állt meg a kanyarba Záhony alatt, mert egyszerűen nagy táblákban volt, és nem tudott befordulni, nem tudott bevenni a kanyart. De lejjebb, ahogy már itt ezt elhagyta, összetöredezett ez a nagy jégtábla, és törte alatta az ott lévő álló jeget. Most ez még lejjebb vonult, Tiszalöknél pedig láttuk, milyen szépen átvonul, tehát az ottani kollégák, mert ez már nem a fetivizik területe, de azért nagyon figyeltük, ott voltak a miénk is egyébként egy jégvirág négy tanya hajón, jégtörő hajón, meg mások is, és örülök annak, hogy így sikerült. De nem ez történt Tokajnál. Ott egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet, igen, látható az, volt. Az izgalmas volt, hiszen ott is kanyarodik a Tisza, pont a hídnál, ahogy a Bodrog belefolyik, és hát ahogy jött le innen a jég torlasz, bizony az visszanyomta a Bodrogot, és hát ott a Bodrog alsó szakaszán a hajók is bizony károsodtak. Ezeken a szakaszokon egyébként a készültséget továbbra is fenntartják. Az elmúlt napokban fel is kellett térképezni a jégzajlást, ehhez nagy segítség volt a drón. Igen, ez egy új eszköz a kezünkben. Nem sokkal a védekezés előtt kaptuk ezt a Prima szerkentyűt. Nyilván helikopteres módon működik, és oda vezényeljük, ahova kell. Ahogy áradt a víz, terült szét a hullámtéren, a gátőreink már nem mindig látták, hogy mi van a mederben, meddig ér a torlódás, a torlasz, mi van benne. Kanyarokat nem lehetett megközelíteni a földről, távcsővel sem a galériaerdő eltakarta. Na most ez a drón, ez felküldve nagyon szépen megmutatta, hogy mi van, meddig, mi várható, mikor indul meg, és tudtunk készülni a fogadására lejjebb. Egyébként jelentős vízszint emelkedés volt-e? Záhonynál tudjuk, hogy volt, aztán pedig utána levonult az ár, de mi várható most a következő napokban? Volt jelentős áradás, hiszen közel 10 métert áradt Záhonynál a vízszint az elejétől fogva. Még Vásárosnál minden is 8 métert meghaladta, ha jól számoltam. A következő időszakban nem várunk most az időjárás előjelzés látva jelentősebb árhullámot, viszont emelkedés lehetséges, jégképződés már komolyabb jégképződés biztosan nem lesz, nyugodtabbá válik most az életünk. A károkozás történt-e akár a védművekben? Igen, jelentős a kár. Mondjuk mindent felmérni még nem tudunk, hiszen a víz még nem vonult le teljesen. A folyószabályozási művekben is eshetett kár, ezt becsülni tudjuk, vízmércék,
a folyamkilométert jelző oszlopok, táblák egy jó része, egy része azért kidőlt, bedőlt, megsemmisülhetett az erdeinkbe, a véderdőbe, és jelentős kár keletkezett helyenként. Még a tiszabecsi vízhozammérő szondát is elvitte a jég, tehát az eléggé drága mulatság, illetve nagyon sokat jelent, hiszen a vízhozammérés az például most is nagyon jól jött, hogy most is kérik ahhoz, hogy itt lejjebb tudják modellezni, számolni, hogy mi lesz még nem csak Tiszalőknél, lejjebb a Tisza folyón. Na hát ezt pótolniuk kell, illetve felmérni a többi kárt is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és folytatni fogjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen!